Az előzetes eredmények alapján a politikában újonc közgazdász Javier Milei nyerte az argentin elnök választás második fordulóját. Ellenfele Sergio Massa gazdasági miniszter elismerte a vereséget és gratulált Mileinek. A frissen megválasztott elnök győzelmi beszédében azt mondta, újjáépítik Argentínát. Megválasztásához több vezető politikus, köztük Anthony Blinken, az Egyesült Államok külügyminisztere is gratulált. Donald Trump egykori amerikai elnök saját közösségi oldalán azt írta, Javier Milei újra naggyá teszi Argentínát. Milei választási ígéretei között szerepelt, hogy az amerikai dollárt tenni Argentína hivatalos pénznemévé. Ezt közgazdászok gazdasági katasztrófának tartják egy olyan országban, ahol 140%-os az infláció.